Három székesfehérvári hallgatónak biztosít kollégiumi férőhelyet az önkormányzat Pécset a Szántó Kovács János kollégiumban. Augusztus 10-éig jelentkezhetnek azok a helyi diákok a pályázatra, akik városunkban élnek és Pécsen nappali tagozaton tanulnak. Két helyszínen tudják előterjeszteni a pályázók, az egyik vagy postai úton, ami szakirodánkra, a Szociális Ellátás és Gyermekvédelmi Irodára küldhetik el a pályázatokat zárt borítékban, vagy pedig a hatósági főosztály igazgatási iroda ügyfélszolgálatán a Kossuth utcába. A kollégium mellett albérletbe is sokan költöznek a főiskolai egyetemi évekre. Az egyik székesfehérvári ingatlan közvetítő cég tulajdonosa szerint a fiatalok már elkezdték az albérletek keresését. Horgos Tamás azt mondja, a legtöbben az egy-másfél szobás lakhelyeket keresik. Az árak 30 ezer forintnál kezdődnek, de az átlag 40-45 ezer forint között mozog. Egyre többen érdeklődnek albérletek iránt. Hát tulajdonképpen a főiskola környékén népszerűek az albérletek, tehát ilyen egy-két szobás albérletek, Panel, Kelemen Béla, Kodolányi utca, tehát a palota városban inkább ott keresnek albérletet a főiskolások. Horgos Tamás arra is figyelmeztette a fiatalokat, hogy gyorsan válasszanak az albérletek közül, mert nem csak az iskolások, hanem a családok közül is egyre többen kénytelenek saját ingatlanból bérleménybe költözni, és a főiskolások közül is sokan kivették már a kiszemelt otthont.